Na, hello. Hát nem tudod, hova megyek. Hát mégiscsak elmegyünk ebbe a tekkóba, takkóba, eltelt már jó pár nap, de hát folyamatosan újítják az akciót, lejár, aztán újraindítják. És hát csak benézek, legalább egy fűbevalót veszek, ha más nem, de az biztos nem lesz akciós. Na mindegy, ezt úgyis akartam. Úgyhogy dolgoztunk ma ezerrel, főztem is ezerrel, úgyhogy most megérdemlem a jutifalit, úgyhogy meg veszek egy fűbevalót. Hát elméletileg nagy táskát hoztál, ugye? Ja, tele van a csomagtól. Táskával. Nem óvatosan, itt több pénzem most ilyenekre. Hát van, csak nem arra. És hát úgy van, hogy ahogy. Na mindegy. Majd megnézem, szétnézek, az kész. Aztán majd meglátjuk. Hm? Ott lesz a búrstli. Itt lesz a mi? Augusztus 20-ai. Mi? Hát a... Milyen koncert lesz itt? A Nox koncert, nem? Yeah. Most. Hát ez nem jó. Én nem jövök ide a fűre, akkor itt szokták a kutyákat szaratni, akik ott laknak a másik oldalon, a bérházakban. Hát ez tiszta kutyaszar az egész. Na, testvéreink megérkeztek. A Dodgen meg a Ringispiel. Jézusom, beres a férne a seggem. Ó, Isten! Hát már néztük a Hello Győr oldalon, hogy hol lesznek még koncertek, és lesz itt is egy pár itt a gyepen, és akkor jövő Szent Lélektér, de egyikünk sem tudta, hol a Dágványban vagy Győrben a Szent Lélektér, nem? Életemben nem hallottam. Google Maps a jó barátod, hát ez a Szent Lélektér, mert akkor itt a temetőnél, ahova járunk, hol a nyosom, a szegénykém, meg a Dédi, ugye? Yeah. Az a templom, akkor ezek szerint a Szent Lélek templom lehet, nem? Hm? Az. A Szent Lélek templom előtte meg a Szent Lélektér. Úgy nem, mint eddig tudtam volna. Nem tudtad! Tudtad! Most már határozottan mondom. Nem tudtam, meg kellett néznem a térképet. Ja, szóval tudjátok, akkor itt a temető mellett van a Szentlélek tér. Ennyi. Meg egy bombi. Ja. Ne vagy videózva. Hát majd kíváncsi leszek, mit veszünk a tekkóba. Én tudom, hogy te fogsz vásárolni, mert igazából neked sokkal több ruhád van, mint nekem. Miért? De nem biztos, hogy fogok. Hát te nem tudsz úgy kijönni. De már úgyse lesz méret, tehát ha már ilyen régóta megy az akció. Milyen méret? Nem vagy te olyan óriási? Esesek lesznek, meg emmesek. A férfiból nem. Úgyhogy én is valószínűleg férfi dolgokat fogok nézegetni magamnak. Nem, én találnék valami jó, vékony nyári Halloween-et, amit szerintem nem fogok. Akkor ezt vennék egyet, meg esetleg csöcs tartó, de azt nem is ott szoktam. Na, mindegy is, majd meglátjuk. Ó, meg is érkeztünk, ott van kint, 50% kedvezmény a már leért égett termékekre. Aztán megnézzük, hogy mi nincs. Megint ide fújt a füst, a gőzöret. A szél volt, nem én. Az. Jó. Sikerült bevásárolni, de olyan szinten, hogy mindjárt meghalok. Magamnak egyetlen egy dolgot vettem ott, egy nadrágot, a kettőz meg egy fűdoló. De rendben szerencsésen bevásárol. Most szégyed magad. Miért? Csak viccelek! Nagyon jó cuccokat vett egyébként, semmi probléma nincsen vele. Nagyon hangosság van itt, mi ez? Na, majd otthon megmutatom a dolgokat. És bementünk még az Eurósba, mert sem ézesér. Papír, még egy, ezt az tea, a telefontöltő, mit tudom én, miket vettünk, domesztó, azt úgyhogy lesz majd mosogató, takarító videó. Majd kitakarítod. Ja, mindenképpen. Hát tudod, hogy én allergiás vagyok ezekre a szerekre. Tudom, hát megcsinálom. Beragad egyből a szám. Úgyis már nem tetszik az a mosogató, úgyhogy mindenképp megcsinálom. Nagyon nyomán, menjünk innen, mert hozzuk ez a valami. Ja. Várjál. Szóval véletlenül lejtettem Ragnarnak a kóláját. Na, jó. Jó? Aha. Kicsit habos lett neki. Na jó van. Legyünk. Elé felé, hazafelé. Csak egy pillanatra. Na, szóval itt meg a lira, amit nagyon szeretünk. Ki van írva, hogy akár 60-70-80-90%-os zoomoljunk, csak még a zoom hang biztos hallatszik. A beárazás van, de ezt a Leilának nem szabad megmondani. Most vett hány könyvet? Hány könyvet vettetek? Húha, négyet? Négyet. Nem, hármat vagy négyet, nem tudom. Ja, oké. Okay. Ja. Na, menjünk hazafelé. Na, felértünk és a helyzet az, hogy ott olyan borulat volt, igaz? Ja, beborult. És kezdjétek el itt a mi környékünkön
tiszta tócsa minden, ott nem esett semmi. Ott meg száraz. Fordítva volt, azt mondta. Tehát ott esett nagyon, de nagyon. Volt akkor family parkol, ja. Ugye? Ja, igen, nagyon durva. Mondtad, hogy annyira esett, hogy nem láttál. Aha. Azt mentem 500 métert a kocsi, volt meg semmi, csont száraz. Hát itt se, nálunk se Szabadhegyen. Szabadhegyen se volt, most meg fordítva. Vettem apának a kedvenc kekszemet, alsemézest apának, és én is fogok venni a belőle. Mi egyet? Kettőt, hármat, négyet, ötöt. Na, mondd csak kifele. Aztán megy a csajért, edzésem van, és akkor utána szépen ezt az egész halomruhát meg fogják mutatni. Fogtok csinálni egy divat bemutatót? Persze. Hát ez már ilyen kicsire összement, gyerekek. Na jobb volt. Emlékeim szerint igen, és nem is volt rajta csoki. De finom. Istenem. Hmm. Gyerekek. Ha befosok is, megeszem komolyan. Nem? Veszek be egy laktóztabletet, fogd meg. Nézed magadat addig. Engem nem. Átöntöztem játszósban, mert... Ja. Finom. Tehát, nagyon, nagyon jó. Ó, de jó. Azért ez még ugyanolyan mint régen. Csak ez a csoki nem kéne rá nekem. Neked igen, tudom. Egy csokis az jobb szerintem. Megmutathatom a csokidat? Persze. Bedobtam ide a hűtőbe neki. De szerintem mindenki fog belőle lenni. Oreos, de nem is, ja, de az. De, Oreos. Ja, na, visszarakom a hűtőbe. Jó. Mese mézes, mese autóval, tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Na jó, jó, ha leírom. Na, megmutatom azért, hogy a tekó után bementünk a venni inni valamit. Miben? Nem az Ökofamiliben, hanem a másikban, az Euróban. Eurófamiliben. Igazából vettem, tudom ezt azt. Ugye ezt szoktuk használni ez a... És most már látjátok, hogy be van sárgóban, úgyhogy valamelyik nap a Ragmar bemutatót fog tartani. Ezt ő szokta csinálni. Múltkor én csináltam, csak úgy berúzott tőle a száma, hogy kint megéreztem azt a vegyszerszagot, hogy azt mondtam, hogy soha többet. Úgy rohagyom meg sárgán tőlem, ahogy van. Lejlának vettem egy ilyen nagy tárcát, mert ő szeret betárcázni vasárnap hétvégén reggelizni ott. Igaz? Csak nincs akkor a tárcánk, hogy egy tányér, plusz még mellette egy kis zöldséges csáka is elférjen, vagy bármi. Úgyhogy beruháztam egy nagyobbra, bár az ára 1400 akármennyi. Hú, hozom a szemüvegem. Sexy fiú! Hello! De volt meleg van. Ja. Ragnának itt vannak a játékai, ugye ez az éli szekrénye, ami amúgy eszi. Itt tarsz. És éjjel. Ezt szokta csinálni félállomban. És a macskával játszik. És van itt jó sok választék. Értitek? Na mindegy, macskás. Vissza a lényeghez. Nem tudom, mennyire hallatszik a klíma, remélem sem ennyire. Ja. Szóval drága volt, 1449 forintot ez a tárca. Na jó, hát ez a tárca még 500 év múlva se bomlik el, hogyha esetleg eltűnik, akkor lesz neki problémája. Akkor ezt nem tudom mi. USB. Telefontöltő. Telefon, de kb. Nincs hozzá. Az van nekem egy csomó. Behagyta megint a munkahelyre, azt megint ellopták az övét, de már nem először. Akkor van itt egy ilyen nógrádi ropi. Ugye a Dagmaromnak, meg a zöld tea. Egy Lipton. Mit vettem még? Vettem még egy fát. Én imádom a fát, és ezt megszagoltam. Fú, de most vettem pedig. Hát átadnám ezt az illatot. Fantasztikus illata van, tudom. Vetszed, nem baj. Na, mi van még itt? Ja, két ilyen akasztót. Fürdőszobárokról még egy plusz törölköző tartónak. Éjszaka kiterítjük száradni, de nappal meg már nem férünk el. Aztán vettem egy ilyen alsókat, hát ez a Gergőnek, de csak azért ő szokott magának venni, mert ennek most kifejezetten jó volt, jó az anyaga. Hát azt nem tudom, hogy ilyen meg nem volt drága se, egy ezres. Aztán azt mondja, ha abit, ezt nem azt jelenti, hogy harap meg, vagy egy ér meg. Hát nem tudom. Jó, hát is szereti az ilyen vicces alsógatyákat. Úristen, hát ugye nem is néztem. Ugyanaz. Na mindegy. De alsógatyát azt lehet nem is jó rá.
aztán mi van még itt? A káromkodós szatron. Vettem magamnak egy táskát. Van nekem egy ilyen átvevős, tehát ugye ezt így keresve kell magadon, és ez tök jól néz ki. Meg jó is. Csak most egy kicsivel nagyobbat vettem. Mert abban igazából csak a telefonon fér bele, meg egy pici pénztárca. Viszont nekem nagy pénztárcám is van, és én azt szeretem jobban. Meg több minden belefér ebbe. Aztán, hát a színe nagyon megtetszett. Igazából volt fekete is, csak másabb volt a kialakítása. Az annyira nem tetszett, mert ez nagyon pasis volt. De majd veszek még egyszer egy sötétebb színűt is. Úgyhogy, hát ezt vettem még ott. Hát nagyon sajnáltam ezt 4500 forintot, 4600 forintot. De úgy voltam vele, hogy én a takkóba kettő dolgot vettem magamnak, egy fülbevalót és egy farmert, amit szoktam, mindig azt a fekete farmert. Úgyhogy semmi mást, és ahhoz képest itt van egy ekkora zsák cucc, úgyhogy megérdemlem. Elköltöttem itt helyette, hallod? Na, már milyen jó bizniszt csináltam, mi? Na, aztán te majd megmutatjátok akkor, hogyha hazajöztek, ugye? Ja, persze. Jó. Lejlának azért azt mutatom a jók, és na, az a sok kettő, hát az uram. Na, közben idehoztam ezt a videót, a régi táskámat, és hát nem, ezt is fogom hordani. Ez egy nagyon-nagyon jó minőségű, ezt a bombprén vettem, ne kérdezz mennyiért, nem azt tudom ki is kéne itt súrolni. Szóval ennek ennyi a belső része, ebbe pont belefér egy telefon, és egy ilyen laposabb pénztárca, és semmi más, tehát már zsebkendő, meg semmi más nem fér bele, és azért ezt látod, ez jobb-jóval nagyobb is. Úgyhogy, hogyha csak olyan helyre megyünk, ahol nem kell semmi más, nem fogok sírni, nem kell zsebkendő, meg plusz dolog, majd telepakolom Rágmárért, és ezt viszem, de hogy olyan helyre megyek, akkor viszont ezt. Most úgy örülök. Hello, mentem. Örülök, köszönöm. Örülsz? Jó, persze. Én is örülök, ha örülsz. Na, jó, mit haza a csajokat, meg aztán hozzad az enyémét is, hogy a milyenkét is. Oké. Na, szóval hazaérkezett a családom, megjött a Leila és az edzés, és hát nem is edzés, mert edzőtábor van a héten. Megjött a Ragnarom is. Igaz, gyerekek. Hoztam a edzőtáborost. Ja, elfáradtál? Nem. Nem? Hát kicsit azért igen, de annyira. Jó, de azért már hoztam, már hónap vége. Igen. Ugye? Aha. Ráfér egy kis pihenés még mielőtt a suli elkezdődik, bár hétfőn meg edzés. Igen. Na hát akkor kezdődjön a Taco, Taco, Haul. Most ugye leárazások vannak, közelebb viszlek egy kicsit. Így. És akkor mutassad, hogy miket vettünk. Na, szóval. Leilának egy NASA sapka. De még Leila se látta őket. Nem látta még ő se. Ez volt az 50%-os akcióval 1250 forintba került. Szuper jó. Tetszik? Aha. Igen, majd a végén mindent is felpróbálsz. Oké. Szintén. Kisasszonynak egy felső. Kisasszonynak egy felső. Tök jó. Ez akciósan volt, azt mondja, hogy 2000 forint. Tetszik? Aha. Gyere már ide, babám. Ja, jó. Oké. Oda nézni. Kisasszonynak egy... Tudtam, emlékeztél rá! Én emlékszek, lehet, hogy nagy lesz, nem tudom, mert a méret az nem olyan... baj, jó, szeretem az oversize-okat. Oversize? Ez volt, azt mondja, hogy akciósan 1500 forint. Ez egy ilyen, mert nagyon szeretett volna egy kapuszni, sőt, aminek a mutasd ide, légy szíves. Emelt feljebb. Ilyen zsebre dugott. Zsebre, amivel, igen, a zseb. Kenguru zsebes. Igen. Tetszik a színe? Aha. Hát nem sok színválaszték volt sajnos, de jó lesz egynek. Jó. Majd mindent el fogtok próbálni utána, ne is hajtsd össze, csak dobd el. Csak dobd el! Na, aztán apának egy rövid madrág. Mármint neked. Nekem egy rövid gatya. Jó, ez jó. Farmer. Aha. Jó, a színe tetszik. Azt igen, mondja, a világosokat szereted, ezt tudom. Ez került mindenek az akciós árát, mondom, 2500 forint volt akcióba. Egészséggel viseld. Köszönöm. Ha még befér a szekrényedbe. Még egy rövid nadrág. Még egy apának. Még egy apának. Ja, ez ilyen felhajtott. Ja, ez ilyen felhajtott. Ennek is tetszik a színe. Ez volt 3000 forint. Uh-huh. Oké. Okay. Akkor. Leilának. Ah!
Még egy kapusznics felső. Igen, ez egy ilyen, ő szereti az ilyen bordós, nem tudom milyen színeket. Olyan, de másik végül is csak más a színe, szerintem. Ja. És azt mondja, hogy ez volt 2000 forint. Dehogy is. Bocsánat, 1400 forint. Abban még lejön a fele, igen. 1400 forint. Tehát az akciós ár, mutasd a címkét. Tehát van rajta két akciós ár, és az olcsóbbiknak még a fele lejön. Tehát ez 2008, annak a fele meg 1400 forint. Tehát a jövő héten meg még olcsóbb lesz. Ja. Mert volt olyan, amit beütött a csaj a pénztárba, vagy lehúzta, és mondta, hogy még attól az ártól is olcsóbb, mint ami az olcsóbb címkének a fele. Tehát az már a gépben már olcsóbb. Ez meg anyai cipzáros. Még egy kapusznis felső. De nyughat oda izé. Ez cipzáros, és ugyanúgy kengúzsebes. Igen. Remélem minden jó lesz rád. Én is. Ha valami nem jó, addig nem szedjük ki a címkét, vissza lehet vinni. Ja, ez is 2000 forintba került. Igen, ez volt a vágya neki. Jön az ősz. Hát színekben nem volt olyan nagy választék, de tudom, hogy szeretem ezeket a színeket, földszíneket, meg vidám színeket is. Egy póló a Gergőnek. Ez egy L-es méret. Hát igen, de itt nem volt mit adni, mert valamelyik XL-es, valamelyik L-es, mert más a méret. Ez egy ilyen, de ennek jó anyaga van. 1250 forint most. Uh-huh. Jó. Szuper. Ez nagyon jó vastag anyag. Most tesszük. Ez van ez a gizda anyag. Szintén Gergő, ugye? Hát nem tudom, tetszik-e neki? Én nem hagytam a tanyér, ha más nem, akkor majd... Na, akkor az anyag. Elhordja, te hogy a tiéd, majd elhordja egy hóra alul mindenki. Ez egy ezresbe került. Ja, ez egy ilyen koponyás megmutatod? Köszönöm. Még én sem láttam. Ja, nem akartad nézni? Jó. Aha, nézd meg csak nyugodtan. Szerintem tök jó. Szerintem is jó. Ha miért nem ettél magadnak is, volt nagyobb is. A pokolba is vissza. Az van ráírva. Na, oké. Okay. Ja, tudom, te meg nem szereted, hogyha ilyen mintások. Nem, én a szöveget nem szeretem volna. Tudom, csak a vikinges szöveget. Ja. Gergő meg imádja az ilyen szuperhősös, meg ilyen... Ez is Gergőnek van. Hát persze, ez egy szuperhíró, ha jól látom, még hozzá. Nem tudom ki ez, ezt nem ismerem. Hát és ez valami alsógatja kapitány, alsógatja. Azt mondja, hogy... Kini Ninja Technős van hátul, vagy valami 1500 forint. Mutasd a mintát. 1500? Hmm? 1500? Ille forint, madamka. Jó van. Mi van rájva? Masters of the Universe. Univerzum mesterei. Yes. Jó? Ja, nem Monsters, hanem Masters. Masters. Értjük. Akkor nekem is egy ilyen fekete, aha. Csak az egy ilyen nagyobb. Ilyen mákos, de nagyon jó anyaga. Mákos, jó anyaga. Igen, nagyon jó. Ezt egy vásárló adta oda nekem, hogy ez biztos, hogy jó lesz. És én beadtam neki a poénból a fülkében. Próba fülkébe, mert éppen a drágot próbáltam. Mennyi ezerre? 1250. És tényleg jó volt neki. Mondtam is neki, hogy köszönöm. Anyának a nadrágja. Ja, a farmerom, amit szoktam, ez a stretches farmer. Ez jó, mert ez nincs cipzál, nincs semmi, nyúlik a dereka. Úgyhogy sajnos ez nem akciós soha. Ez 7000. Igen, de minden éven kell egyet venni, mert a lába közt, hát még nem ment szét, meg soha egyik se lyukadt ki. Csak egy kicsit, mert ott foszlós, mint a kalács. Jack is itt van ám. Ez az én... Na igen, ez az én kedvencem. Retro ingem. Nagyon jól áll neki, majd meglátod. Aha. Ez egy barna narancsárga pálmafákkal. Kis narancsárga pálmafák vannak rajta. Igen, fantasztikusan áll neki. Nagyon retro az ember, és nem volt drága. Azt mondja, hogy... És jó ára van. 2500, nem, 3000 forint. Ja, mert 6 volt a leárazott pár, és abból lejött még 50%. Ez csúszik. Csúszik a kamera! Akkor ez még nekem egy póló. Aha, azt te választottad. Igen. Ez egy ilyen szürke? Szürke. Szürkés bézs, aha. Ja. Azt mondja, ez 2500 forint. Aha. Ki fog borulni a szekrény, úgy megverlek. Oké. Okay. Shopping mániás. Mi van még itt? A Gergőnek egy gatyó. Igen, ilyen, pont ilyen van neki, csak már megy szét. Mondom, akkor megvettem neki, aztán majd. Ez most azt mondja, hogy 2500 forint. De ne fogd már magadhoz, mert feketébe vette is. Aha. Ja. Oké. Okay. Illetve Gergőnek egy pakli zokni. Ja, meg kérte, hogy vegyük már meg, mert... Ez a titkosított zokni. Titkosított 7 darab. 3000 forint volt. Ja. Ja, de ez jó minőségű. Aha. Ja. Mutasd ide. Nézd már, Jack, a nadrágom. Hello. A zsákban. Hát meg így, ha egy pár 400
400 akárhány forint egy pár, ja, úgyhogy okay. Nem olyan vészes. Uh-huh. Ja. Jó van. Akkor ennyi. Macska meg megy a szagyvarba mindjárt. Ennyi? Ennyi. Mennyit fizettünk? Hát így akciósan fizettünk 38-at. Hát 20 valamennyit, 27-et 27 ezeret spóroltunk, és 38-at fizettünk. Aha, ja. Meg egy fülbevalót nekem, azt nem ja. Tudom hova dokkolt. Hozom. Csak kitettem, nem kell annyira. Csak kitettem, hogy ne keveredjen el a... Ja, az 1500 forint volt talán. De viszont ez a fülbevaló, tudom, nem ezüst, mert még nem jutottam el az ezüst műveshez. Ez egy év után kezd el besárgulni, vagy mit csinálni, lekopni róla, ja, ez de ne, nem, ez ilyen jó vastagabb anyag, nem ez ilyen, nagyon jó minőségű, igen, tudom, ez jó vastag. Tehát egy évig bírja. Ja, van benne. De azért az ékszerészt meg fogom látogatni, ahol tényleg ez ja, is, és akkor nem kell vele bajolni. Anyag. Ja, akkor örülsz, Marikám. Aha. Jó van, akkor megpróbálsz pár dolgot? Persze. Jó van. Mindent. Mindent is? Mindent is. Na, jönnek itt nekem a divat bemutatósok. Jaj, de jó! Tedd fel a csukjádat. Tök jó. Na ezt akar. Még gettó színe van ráadásul. Na jó lesz a zöld cipőthöz. Ja. Milyen zöld cipő? Hát a tornacipőhöz milyen jó fog ja, az passzol. A világos zöld? Igen. Aha. Egy világos farmerral tök jó fog kérni. Bármivel is, akár sötét ja. Farmerral is. Akár szóval is. Jó van. Na, következőt kérem majd. Kérem a következőt. Én vagyok a következő. Na, ez az ing. Retro ing. Kurva jó. És fel lehet... Fel lehet gombolni, de... Rövid újját, meg lehet csinálni. Aha, gyere, ide egy kicsit. Jack, hogy figyelj, nézd, hogy azt mondja, hát ez. Ja, jó. Imádom ezt az inget, annyira jól áll neked. Besötétetett a kamera. Jó, nagyon jó, szuper vagy. Nagyon jó. Na, felvette a másikat. Ez meg ilyen, látszik a bel, bimbót. Igazi szoptatós cicit van. Sok nő örülne, biztosan ő lennél, tudnál szoptatni. Ja, jó, kényelmes, jó. Kényelmes, ha? Jó. Ez ilyen dupla nyakas, meg újjas, ugye? Jó. De csak ott. Aha, igen, van. Csak itt a ronflinál, vagy mi ez. Jó, van, ez dátam a nökent. Jaj, de jó áll neked ez a szín. Köszönöm. Ezt én nem is tudom, lila bordó franzé, lilás. Yeah. Nagyon szép. Kapuszni fel? Úgy legyen, lazán. Hagyjad már a gyereket. Nagyon jó. És hogy kell csinálni? Úgy. Jó van. Jó. Na most elkaptam. Elkaptam most. Jó, most enged kell kóla. Most elfordultál. Ja, ott nézed magad a tévébe. Jó. Szerintem késő, ez egy cédulás, praktis vagy? Cédulás vagyok. Jó, ez is szuper jó. Ja. Na, ez jó, jó, nagyon jó le. Ja, kényelmes. Viselj egészséggel. Köszönöm. Ezt a vizének vásárlóasszonynak köszönöm, aki beadta. Vásárlóasszony. Ó, oh, oh, de nekem nagyon jól állnak ezek a mik? Kapusznisok. Igen. Meg a kapusznisok. Nem, ez az egyik S-es, a másik M-es, nem is tudom milyen méretek, de nem egyformák. Tehát volt, amelyikből az M-es kicsi volt, az S-es meg nagy. Yes. Szóval teljesen máshogy vannak méretezve. De akkor jó szemem van hozzá, ha? Hogy mi jó neked. Remélem, nem mosom ki a spólóra. Nem. Majd megnézzük a címkét, hogy melyik hogy lehet mosni. Okay. Nagyon jó le. Szép. Volt egy fekete is, de azt apa visszat, közösen megbeszéltük. Nem, buta olyan csúnya fiús, nagyon fiús volt, nem volt szép. Ilyen fiús felirat. Ilyen tele volt ilyen felirattal, és nem. Nem. Azt attól félt apa, hogy nem fog neked tetszeni. Meg ne, igazából nekem se tetszett, bár ez annyira nagyon fiús volt. Az nem mert... Leila volt. Ja. Nem Leila volt. Ja, nem, abszolút nem. Fölveszem a gatyát. De várjál, kikapcsolom a kamerát. Na. Nagyon jó, csinos vagy. Ja. Fordulj meg. Megvan egy gyűrve. Az a jó, nem? Ja. Jó, csinos. Jó. Aha, viseld egészséggel. Gyere ide. Na, legjobb már azok is ezt is. Ó, de laza. Ja. Jó le, ezt viszont apa választotta nekem. Jó, ez jó. Csapó is jó. Az is jó. Bevalálj, hát akkor minden jó. Náza. Jó van, viseljétek egészséggel. Köszönöm szépen. Hát sajnos nem tudok semmit bemutatni a nadrágot, azt nem veszem fel, nem minek. Fülbevaló. De nem baj, örülök nektek, hogy nagyon jó. Főleg, hogy Leilának sikerült ilyen jó árban vásárolni. Bright like the sun. Csillogás, meg milyenek? Fényes, csillogós minden nap, vagy valami ilyesmi. Hát az vagy! Mint a NASA. Yeah. Na, jó van. Másik kutyát is felveszed? Fel, hát. Jó, várj, akkor kikapcsolom a kamerát. Na, akkor majd ráteszed mindjárt a másik kutyát. Történt az, hogy Ragnar ben volt a nadrágjával, meg a pólókkal a próbafülkébe,
és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott áll egy faszi, a farmer ilyen rövid nadrágos állványnál, és van rajta egy póló, és egy alsógatya, és válogat. Jó. Mert kiszaladt, mert nem hallott, hogy szólt. És ott ő kijött a takóba, alsógatyába, pólóba, és ott kereste a válogatta a másik méretet, mert én ezt nem hallottam, hogy szólt nekem, odébb voltam. Aztán nem sokkal később meg beszaladt egy cigány gyerek, izébe, fémesztelenül. Ja. Ah, mondom, na jó, van, megy van az alsógatyás, meg a fémesztel. Tele volt tetoválva. Szia, futott, nem, befutott, szó szerint beszaladt. Ja. Nem tudjuk, lehet, hogy kergették, aztán levették a póló, vagy pólót akartani. Aztán elment hátra a pólókhoz, aztán utána ki is ment. Ja. Mondom, hogy alsógatyás, meg egy felsőtes fémesztelen, mondom, jó van, mi van itt. Na, jó van, kikapcsolom addig. Jó van. Na, nézzük ezt a gatyát, jó ez is. Ez meg a másik. Jó, ki van tömve. Jó. Jó. Aha. Szuper, jó van. Jó nézel ki. Na, viseljétek egészséggel. Köszönjük szépen. Viszont kívánok. De jó, már. Nagyon jó. Lámos ezt a kuperát. De én egy címkét nem vágok ki. Majd ti fogtok. Majd én elintézem. Ne aggódok. Ő. Ő? Ki az az ő? Aha. Ja, mi szokott mondani a Leila, amikor valamit mondunk neki, és akkor nem tetszik neki? Vagy nekünk valami? Na, mit szoktad mondani? Mit szokott mondani? Ti akartatok? Ja, ti akartatok gyereket? Ti akartatok gyereket? Ja, amikor ilyen izé van, hogy már megint venni kell valamit, vagy ja. Valami. Hát miért ti akartatok gyereket? Ez így igaz. Jól áll, nagyon jól áll. Na, akkor te menjél zuhanyozni, te meg... Én meg vagdalok. Hát, ahogy érzed. Csak óvatosan. Na most még, ja. Ja, még nincs sötét. Ja. Na, én meg elmegyek a háta oldalára, az online oldalára, és szétnézek, mert valami nekem való. Most így felpörögtem, hogy annyi mindent vettek, hogy most én is szeretnék még valamit. Mit, az meg ne vágjon. Egyszer úgy megvágott a címke, basszus, igen. Vagy ez a téged is, nem? Igen. Ja, ami benne van a címke, amikor beszednál. Na jó, van, megyek a Hádának az oldalájára, beregisztrálok. Online webshopjába. Aztán veszek valamit, akkor megmutatom. Na szóval van a Hádának egy honlapja, ez a hada.hu, vagy mi a hadawebshop.hu, vagy nem tudom, ami ilyesmi, ja. És én most beregisztráltam, mert múltkor nézegettem már tabletről, de mondom, nem. De aztán olyan jó árak voltak némelyiknél, meg olyan jó, tehát leírja azt, hogy újszerű, vagy új, vagy, mert több új cucc is van fent, és most nagyon sok akció is van, úgyhogy, ja, itt a magyar méret 48-50-es, és akkor ez az angolnak 20-22-esnek felel meg, vagy valami ilyesmi, és akkor be lehet állítani a szűrőt itt, hogy mire keresel, hát itt felül van egy ilyen, hogy beállítottam méreteket, a színt, márkát, anyagot, minőséget, és akkor van itt ugye minden is. Van női cuccok, férfi, gyerek, kiegészítők, cipők, akciósak, újak, tehát minden is. Én most szétnézek, és akkor így szépen megyek így, pörgetem gyorsan. Hát az én méretemben, a felsőkből 27 oldalnyi van, de már tököm ki van, kartogattam már annyit. Egy párat már beraktam posárba, és hogyha valami tetszik, akkor megszívecskézem, rányomok ide a kis sivecskére, és akkor utána a vége meg majd átnézem, itt fent mutatja itt a szívet, és akkor átnézem, hogy mi az, ami tetszik, vagy akarom, aztán vagy kidobálom, vagy bedobálom a kosárba. Ezt tetszik ez a felső. Megnézzük. Azt mondja, tú. Ez jól néz ki, és ez újszerűnek tűnik. Előről kép, hátulról kép. Szeretem ez ilyen csikosokat, nagyon sok csikosom van különben. Le van írva, hogy az új, a hossza mekkora, a szélessége, az új hossza. Ugye a szélesség az 63, azt szoroz meg kettővel, két oldalad van. Hossz 71 cm, ez bőven jó. Méret. És semmi probléma, mert ha nem jó, akkor vissza lehet tenni. Vissza lehet küldeni. 20 000 forint se lehet ingyen hozzák, úgy olvastam. Egész jó árban vannak, nagyon sok 1000 forintos, meg 900, meg 700 forintos cucc van, ez is tök jó, csak nem az én stílusom, de jó, vannak, egy párat már beszivattyúztam, szívecskéztem, aztán a végén lehet, hogy semmit nem fogok venni, de most egy kicsit úgy érzem, hogy vásárolok. Nem szeretem a turkálós ruhákat, nem tudom, én 4-5 mosásig, vagy még tovább is érzek rajta valami szagot. Hiába mossam ki, és úgy érzem, hogy valami más embernek a energiáit
ez is jó, mert nem kell annyi csíkos, már van sok. Hozom magammal, vagy viselem, vagy veszem fel, vagy valami. Nagyon kevés turkálós cuccom van. Viszont a Leila, amikor pici volt, akkor nagyon sokat jártam turkálóba, rengeteg újszerű és új dolgot tudtunk neki ott venni, meg használtat is olyat, ami szinte semmi, tehát nem rongyokat. De most valahogy olyan vadászhatnékom van. Úgy jutott eszembe, hogy jött a Hádának a hírlevelem, és hogy 50%-os akció lesz a Hádákban most, és most úgy döntöttem, hogy akkor megnézem a webshopot is, amit a múltkor itt találtam a neten. Ja. Na, majd megmutatom a végén, miket találtam. Nos, végeztem. Bedobáltam a kosárba egy csomó mindent, vagy nem kosárba, csak beszivecskéztem, aztán most kigoltam mindent, amit nem. Erre gondoltam, erre a felsőre. Erre a túra. Erre. Hát nem tudom, de nekem tetszik, mert ilyen bohém, ilyen hosszú. Akkor erre az ingre. Mintája olyan, tudjátok-e. Ilyen, akármilyen. Lehet közel hozzuk. Hát ilyen minta-minta. De jó, mert ez is egy farmer, ez tök jó. Szerintem, ha nem szűk, mellben ha szűk, akkor visszaküldöm. Akkor van itt ez a valami, ezt farmer, meg egy ilyen hosszú top, tudod, ami eltakarja a hasam, fenekemet, és akkor felül meg így lehet rövidebb. Illetve azt mondta Leila, erre a rohadt ronda ez a pulóver, de nekem pont azért tetszik, mert kurva retro, nagyon tetszik ez a minta, nem tudom, meg a színe is, ez a barna, meg ilyen pasztel rózsaszín, vagy tudja, tökön valami rózsgoldos. Na, ne le cuklasznak videómba! Rágjál, ne csak nyeljél, ember! Akkor egy ilyen hosszú kardigán, ilyen volt már, csak szét van már mosva. Ez 1500 forint. Akkor vettem egy ilyen, vagy vennék egy ilyen pulcsikát. Ez egy ilyen etószínű. Egy kicsit sötétebb, ez 1500 pénz. Ezt is ugyanolyan hosszú ilyen felső alá, vagy ilyen atlétaszerű alá, és akkor úgy mehet. Akkor van itt egy ilyen gyerekpulcsi, ez címkés vadi új, egy top, egy sporttop, ez is címkés vadi új a Leilának, illetve találtam magamnak három inget 2900 pénzért, és ez is címkés, tehát új, senki nem volt. Ja, úgyhogy hosszú is, meg csajos is, úgyhogy ezt gondoltam még, illetve egy ilyen Disney-s köntöst. Ez nagyon tetszik, mert van neki maci színe, van neki. Aztán még gondolkozok 5 percig, aztán lehet még valamit kigórok, és akkor ezek fognak jönni. Szerintem majd valami nem jó, akkor visszaküldöm. Vagy belefagyok. Ezen gondolkozom, ezt nem tudom. Na, még ezt meg, még ezen gondolkozom. Na, mindegy, szóval ezeket gondoltam volna. Van egy leskelődő vendégünk az ablakban. Igen. Kívül van. Hogy hívják? Mali. Nem. Mi? Ami nül. Hát Párkány. Párkány, jó, ezen. Szia! Innen a Párkányon. Igen. És leskelődik befelé. Csak az a baj, nem tud leszállni. Tegnap még nem tudott leszállni, nekem kellett levenni a Párkányról. Ja. Én nem értem miért. Mert család sikerülni fog neki, reméljük. Hát most már szerintem rájön, ha mutatom neki, hova ugorjon, de semmi. Szia! Na, mutatom Jack macskát, újabb szuper helyet talált magának. Mindjárt megnézzük, hogy hol van. Hoppá! A komódnak a tetején fekszik. Kicsit beljebb rakom ezt a lámpát, nehogy véletlenül levert, jó? Na, jó itt neked, Jackson? Szuper. Hello! Szia!